Az ukrán biztonsági szolgálat és az állami nyomozó iroda az ukrán legfőbb ügyészséggel együttműködve nagyszabású akciót hajt végre az ország határain. Olha Csikánová sajtószóvívő elmondta, hogy előzetes beslések szerint havonta megközelítőleg 10 milliárd rívnyával rövidítik meg az állami költségvetést a korrupt vámosok. Az ellenőrzés az állami vámszolgálat központi hivatalát, továbbá a Volényel, Vív, Ternopil, Csernyivci, ezt a Kijev és Harivnemegyében, valamint Kárpátalján található vámhivatalokat érinti. A hatóságok az államhatárok különböző szakaszait és ellenőrző pontjait vizsgálják meg. Céljuk, hogy megállítsák az illegális tevékenységeket, felszámolják a csempészetet, valamint lefüleljék a korrupt hivatalnokokat.